A koronavírus fertőzés Tolnán is intézkedésekre kényszerítette a város vezetését. A peszőfeleges polgármester azt mondja, reméli megáll az élet valamilyen formában, és sikerül a legkisebb veszteségekkel levezényelni a fertőzést. Természetesen mindenkinek az ellátásáról, ha ő maga nem tud gondoskodni, akkor mi fogunk gondoskodni. Tehát a következő döntéseket hoztuk a hétvégén. Minden intézményt, ami a város fenntartásában van, gyakorlatilag nem bezártunk, hanem a működését felfüggesztettük olyan értelemben, hogy az óvodát gyermekek nem látogathatják, kivételes esetben igen, tehát természetesen van arra mód, hogyha valaki nem tudja megoldani a gyermek őrzését, és olyan kulcsfontosságú munkahelyen dolgozik, hogy tényleg csak néhány példát mondok, például egészségügyben, szociális szférában, élelmiszeriparban, atomerőműnél dolgoznak a szülők, és nem tudják megoldani a gyermekőrzését. Természetesen biztosítjuk bármelyik óvodában a kiscsoportos foglalkozásokat, vagy a kiscsoportos őrzéseket, de első körben azt szeretnénk, hogyha ezt nem vennék igénybe a szülők, nem azért, hogy ne kelljen dolgozni az óvonéninek, hanem azért, hogy minél kevesebbet találkozzanak a gyermekek egymással, illetve a felnőttekkel. Ehhez szorosan kapcsolódik a gyermekétkeztetés is. Ugye az óvodákat, vagy az iskolákat miniszterelnök úr döntése alapján bezárták, tehát hétfőtől már tanítás iskolában nincs, de természetesen a gyermekétkeztetésről az iskolások számára olyan módon tudunk gondoskodni, hogy létszámtól függően, ha valakinek szüksége van arra az egyszeri meleg étkezésre, akkor vagy házhoz szállítjuk a számára, vagy abban az iskolában, amiben egyébként járna, annak az ebédlőjében átveheti. Tehát ott étkezés nincs, egyszer használatos dobozokban fogjuk ezeket, mondom még egyszer, vagy kiszállítani, vagy ezekben az ebédlőkben átadni. Az igényfelmérés az, ugye ez is változhat, mert van, aki most akár óvodáról beszélek, akár gyermekétkeztetésről. Lehet, hogy ezen a héten még nem probléma, de 2 hét múlva probléma lesz. Úgyhogy folyamatosan mérjük fel ezeket. Nyilván, hogyha óvodai ellátásra van szüksége, akkor az óvodavezetőnél, illetve annál az óvodánál jelezze a szülő az igényt, ahová a gyerek jár. A gyermekétkeztetésről pedig az intézményműködtető központnál a jól ismert elérhetőségeken, amiket egyébként a szülők mindenkor jelzik az igényüket, ott jelezzék, nyilván az a térítési díj mellett fogjuk ezt vállalni, amit egyébként is fizet a gyermekétkeztetésére a szülő. Van mód erre is, nincs korlát, tehát bármennyi ételt meg tudunk oldani, vagy étel akár kiszállítását, akár a helyben való kiszolgálását meg tudjuk oldani. A Tolnai Intézményközpont valamennyi telephelyén megszűnt a látogatók fogadása. Ez azt jelenti, hogy sem a Műzsi művelődési központban, sem a könyvtárban, sem a magházban, sem a lovardában semmilyen típusú összejövetelt tartani nem lehet. Tehát se kóruspróbát, se könyvtári foglalkozást, és most nem sorolnánk fel mindent egyébként, de értelemszerűen nem fogadhatnak látogatókat. A családsegítő központ nem zárhat be, jellegénél fogva, mondta a polgármester. Úgy döntöttem, hogy ugyan az idősek klubját, tehát az idősek nappali ellátását megszüntetjük, oly módon, hogy nem mehetnek be az idősek klubjába. De természetesen a házi gondozásról, illetve akár ezeknek az idős embereknek az ellátásáról gondoskodni fogunk. Ezt akár a családsegítő központ telefonszámán vagy elérhetőségein az idősek megtehetik. És én más időst is biztatok, hogy inkább maradjon otthon, jelezze akár a polgármesteri hivatal elérhetőségein, akár a családsegítő központ elérhetőségein, hogyha szükség van arra, hogy gyógyszert váltsunk ki, alapvető élelmiszereket beszerezzünk a számukra, akkor mi ezt meg fogjuk tenni. Tehát inkább maradjanak otthon, nyilván elsősorban kérjék meg a hozzátartozóikat, szomszédaikat, mert ők nyilván esetleg egy nagyobb választékból tudnak vásárolni. Tehát én azt nem ígérem, hogy mi körbe fogjuk járni a tisztítószerest, meg a gyógyszertárt, minden üzletet. Mi nyilván az alapvető élelmiszerek beszerzéséről tudunk gondoskodni, de arról gondoskodni fogunk, tehát bárkinek szüksége van erre, akkor még egyszer mondom, akár a polgármesteri hivatal elérhetőségein, akár a családsegítő központnál jelentkezzenek. És ugye nagyon fontos az is, hogy azok, akik karanténbe kerültek, vagy önkéntes karanténbe vonulnak, több ilyen van a városban, már most van olyan, aki a határnál piros cédulát kapott, amit az ajtójára ki kell függesztenie. Az ők otthon tartózkodásukról a rendőrség folyamatosan meggyőződik. Széleskörű megbeszélést folytattunk vezetőházi orvosasszonnyal, az őrsparancsnok úrral, tűzoltó parancsnok úrral, az Alimentál étterem tulajdonosával, az egyik élelmiszerboltnak a vezetőjével, járási hivatal vezető úrral, éppen azért, hogyha bármiféle probléma adódik, akkor milyen módon tudunk a leghatékonyabban erre reagálni. Nyilván az élet hozza majd azokat a problémákat, ami most akár még eszünkbe se jut, de azt beszéltük meg, hogy viszonylag gyakran találkozni fogunk, mert hogy várhatóan lesznek azért olyan problémák, amikre most egyelőre nem, akár még eszünkbe se jutott, nem hogy megoldást találhatnánk rá, de meg fogjuk oldani.